Sziasztok! A mai videóban ezt a sötétebb őszi sminket fogom nektek elkészíteni, valamint nem használunk most alapozót, hanem valami más fogunk használni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem! Mivel a sminkhez nem használok alapozót, ezért rögtön a korrektorral fogom kezdeni, ami a L'Oréal True Match-nek a korrektorja. És mindenhol felviszem, ahova egyébként felvinném, és egy 40 szivacsal pedig eldolgozom. Következő lépés ez a púder lesz, amihez a MAC-nek a Powder Plus Foundation-jét fogom használni, és ami azért nagyon jó, mert vékony rétegben púder, viszont fel lehet építeni egészen egy alapozónak a szintjére, tehát egy olyan fedés lehet vele elérni pár ilyen mozdulattal, mint hogyha alapozó lenne rajtunk, úgyhogy én mindig ezt szoktam használni. Egyébként amióta én ezt megvettem, ez már legalább szerintem a harmadik ilyen kiszerelés, és azóta egyébként alapozót már nem is nagyon használom, mert sokkal könnyebb ezt használni. Sokkal egyszerűbb. Ugye tulajdonképpen ez egy alapozómentes, gyors őszi smink, viszont mivel ez a termék ennyire jó, hogy így fel lehet építeni, ezért tulajdonképpen olyan, mintha végül is használtunk volna alapozót, de azért ez mégsem egy alapozó. Jöhet a bronzosító, amihez a Benefit-nek a hullabronzosítóját fogom használni. Kicsit az árra. A homlokra, és ugye összekötöm, hogy ne csak egy csík legyen, hanem azért össze legyen kötve. A pirosító, amit használok, az pedig a Sleek-nek a Rose Gold nevű pirosítója, ami ugye egy ilyen rózsás árnyalat, viszont ilyen arany. Hát nem csillámok vannak benne, de aranyfényű. Highlighternek, a Catrice-nek fogom a limitált kiadású Glow in Bloom. Egy nagyon szép aranyszínű fényesítő, és ezt fogom ide. Hát ugye a szokásos helyre, a legmagasabb pontjára a arccsontomnak. És egyébként ezt is szeretem összekötni, hogy egy ilyen C alapba legyen fényes. A szememre, amit használni fogok palettát, az a Catrice-nek a 010-es Chocolate Lover, ami barna színekből áll, és ugye hát hidegebb és melegebb tónusú árnyalatok is találhatóak benne. És ezt a világosabb színt fogom használni. És hát ide a külső V-be fogom felvinni, viszont ilyen elnyújtva kifelé fogom satírozni. A következő szín, amit a palettáról használni fogok, az a legsötétebb barna szín lesz. És ezzel fogom kihúzni a szempillájn tövét. Viszont nem csak ennyi lesz, hanem ugye fogok neki kifelé fogok húzni, minthogyha mit is csinálnék? Minthogyha ilyen farkincát csinálnék. Viszont én ezt a farkincát, ezt így visszafelé fel fogom hozni. Pedig szépen el fogom satírozni.
És ezzel a legsötétebb árnyalattal természetesen az alsó szempillák tövét is megfestem, de csak vékonyan, és ugye összekötöm. Hogy legyen egy kis csillogás is, ezért az Inglotnak fogom használni a 121-es árnyalatú pigmentjét. Megpróbálok kicsit lesöpörni belőle, ugye a felesleget, valamint beledolgozni a barna színbe, mert nekem az is tetszik. Így mi? Majd pedig visszajövök a Catrice palettámmal, és a szempilláim tövébe ezt a barna színt visszamegerősítem, mert elég sok ráputyogott, de semmi baj. És ugye utolsó lépésben nem maradt más hátra, mint a szempillaspirál. Most műszempillát nem fogok használni, mert nem szeretném, hogyha erről a szép csillámos pigmentről elvenné a figyelmet, valamint ugye nagyon sokat kitakar egy műszempilla a sminkből. Úgyhogy ma csak simán szempillaspirál lesz. Most pedig ugye jöhet a sminknek a fénypontja, vagyis a sötét rúzs. Ugye bármikor lehet sötét rúzs használni, de azért ősszel mégiscsak nagyobb hangulata van. Úgyhogy a rúzs, amit használni fogok, a MAC-től a Smoked Purple. Side Contour ceruzának viszont most egy szemceruzát fogok használni, mert nincsen annyira sötét Side Contour ceruzám, és ez a MAC-től lesz a Prunella, ami hát egy olyan lilás szín, ami már szinte fekete. És akkor most jöjjön a, ugye a legizgibb, a rúzs. Ez egyébként egy matt rúzs, azért kicsit nehezebb bele bánni. Ezzel el is készültünk ezzel a nagyon egyszerű, sötétebb őszi sminkkel. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, valamint követhettek Instagramon is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!